Mert a boldogság az egész más eset. A boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejted el. Megkezdődött a Tolnai Klári emlékév. A művésznő születésének 100. évfordulója alkalmából 2014-ben megannyi program keretében hajtanak majd fejet a kétszeres Kossuth-díjas magyar színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja előtt. Balassagyarmaton február 28-án a Madách Imre Városi Könyvtár galériájában emlékkiállítás keretében tisztelektek a színésznő előtt. A centenáriumi év nyitó rendezvénye a Mohorától a Csillagokig címet kapta. A tárlatot a Mohorai Emlékház gyűjteményéből állították össze. A megnyitó ünnepség tömegeket vonzott. Az élete nem volt mindig olyan nagyon boldog, voltak szenvedései. A kiállítást Vadas Zsuzsa, Tolnai Klári, Arany Toll és Prima díjas újságíró nyitotta meg, aki megemlékezett a letűnt idők színházi életéről és Tolnai Kláriról, akihez szoros kapcsolat fűzte. A művésznő relikviáiból összeállított tárlat március 29-éig látogatható a Balassagyarmati Városi Könyvtárban. A centenáriumi programsorozat következő eseménye Nagy Pál festőművész kiállításának megnyitója lesz Mohorán.